nem lehet pusztán ügyek mentén szavazni. Az is fontos, hogy a jó ügyet rossz szereplő veti-e föl. És ez egy fontosabb filozófiai kérdés, már hatalomfilozófiai kérdés, vagy politikafilozófiai kérdés. Jó ügyet vethet fel rossz fél? Szerintem a 21. században nem. Én azt gondolom, hogy a 21. században mindenki, aki jó ügyet vet fel, jó fél annak az ügynek a felvetésének az erejéig. Nem jelenti azt, hogy minden jó ügyet jó fél vet fel, univerzálisan, de hogy annak a jó ügynek a felvetésének az erejéig ő a jó fél. Ezért azt gondolom, hogy a Nolimpia erejéig a Momentum volt a jó fél. És hogyha a Momentum jó fél maradt volna, akkor visszavonult volna az árnyékba, és várta volna a következő olimpiai ügyet. A maga következő ügyét. És akkor újra belépett volna a politikai térbe, és újra eluralta volna a pillanatot, mint Momentum. Nem pedig belépett volna a politikába, mint egy új SZDSZ, mint egy hatodik SZDSZ. Hiszen itt van öt, és az még nem elég. Én a Bérunióról őszintén azt gondolom, hogy a Bérunió az integrációnak a szerves része. Ha akarjuk az integrációt, akkor akarjuk a bérunniót, akarjuk a monetáris uniót, akarjuk a közös hadsereget, akarjuk a közös titkos szolgálatot, akarjuk a közös külpolitikát, akarjuk a közös gazdaságpolitikát, és igen, erősebb integrációt akarunk. Ez azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk feláldozni a magunk nemzeti szuverenitását. Erről szól az integráció. Feláldozni a magunk nemzeti szuverenitását. Azt, amit Orbán Viktor úgy félt. Hiszen a nemzeti szuverenitás ma már Orbán Viktor szuverenitása. Orbán Viktor beleszólása. Ez az úgynevezett nemzeti szuverenitás, ez ki lett üresítve. Valójában nem a mi szuverenitásunk, valójában az övé. Én azt gondolom, hogy a nemzeti szuverenitás az azt jelenti, hogy mi magunk itt és most kivesszük ezt a hatalmat Orbán Viktor kezéből, és azt mondjuk, hogy Brüsszelre bízzuk. És tudod, hogy miért bízzuk Brüsszelre? Azért, mert Brüsszel az Róma, Moszkva az pedig Bizánc. És hogyha ez a kérdés, hogy kire bízzuk ezt, bízzuk Orbánra? Ez egy reális választás. Se nem Brüsszelre, ahogy Gyurcsány, vagy egyébként Gyurcsány is nagyon jobban volt Moszkvával. Inkább akkor úgy fogalmaznék, hogy ahogy Horn Gyula, meg Kovács László, meg Medgyessy Péter. Nyilván nem úgy, nem akarjuk. Inkább tartsuk Orbán Viktor kezében. És várjuk, hogy Orbán Viktor hogy dönt. Hisz ő a nemzeti tengely, ugye? Honnan kap jobb ajánlatot? Ő várja az ajánlatokat Brüsszelből is, és várja az ajánlatokat Moszkvából is. Honnan kap jobb ajánlatot a koronás kis címerért? Honnan kap jobb ajánlatot a nemzeti szuverenitásunkért, a mi nemzeti szuverenitásunkért, az Árpád sávokért, meg a hármas halomért, meg a kettős keresztért, meg a Szent Koronáért, meg a Szent Jobbért, meg mindenért, bármiért, amit a magyarság jelent. És jelenleg ott tartunk, hogy Moszkva fizet többet. Ennek megfelelően Brüsszel ellen zajlik a kampány, meg Soros ellen zajlik a kampány. De ha majd lesz egy nyugati befektető, mondjuk Washingtonban, vagy Los Angelesben, vagy Párizsban, vagy New Yorkban, vagy Londonban, vagy bárki, aki megfelelő mennyiségű pénzzel nyugati orientációra bírja Orbán Viktort. Ne legyenek kétségeink, hogy ugyanilyen uszító plakátok fognak megjelenni Moszkva ellen. Persze, a fő kérdés sosem az, hogy honnan jön a több pénz, hanem hogy a legjobb ajánlatot megfelelően összefésüljük Habony Árpád magyar közgondolkodásról, meg a magyar emberek álmairól szőtt felméréseivel. Ő folyamatosan vizsgálja a magyar társadalmat, hogy mit akar látni. Tehát lehetséges az, hogy 20%-ot hoz a Moszkvával való szövetség,
és még mindig hoz 42%-ot a Brüsszellel való szövetség. De ha Bony Árpád annyival jobban tudja beilleszteni a kormány kommunikációjába, és annyival jobban tud a magyar néplélekkel kommunikálni, amiben benne van ez a lázadó, benne van ez a Rákóczi, benne van ez a Kossuth, benne van ez a nyugattal hadakozó. Benne van, szervesen. És azért van benne, mert mi itt a félperiférián élünk, és itt töltöttük az elmúlt 1000 évet. És ezért van bennünk ez a nyugattal hadakozó. És az Orbán Viktor ezt pontosan érzi, és a Bony Árpád még főleg pontosan érzi. És ő ezért azt mondja, hogy lehet, hogy 43%-ot kapunk nyugatról, és csak 20%-ot kapunk keletről. De én a magyar néplélekkel jobban tudok kommunikálni úgy, hogyha a nyugat ellen vívjuk a függetlenségi harcot itt és most, mintha kelettel. És Orbán Viktor azt mondja, hogy ez egy jó egyenleg. Ez egy jó deal. Ki a 20%, kérjük. A lényeg, hogy itt már nem identitás döntésekről van szó. Nem az a kérdés, hogy mi kik vagyunk és hova tartozunk. Mi a senki földjén vagyunk. Mi a terepjáróban vagyunk. Mi beszorultunk a köztes térbe, kultúrák közti térbe. Itt maradtunk Orbán Viktor felügyelete alatt. Mit is mondott Orbán Viktor? Magyarországnak nincsenek stratégiai, külpolitikai prioritásai. Magyarországnak aktuális érdekei vannak. Ezt mondta Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy ennek két forrása van ezeknek az érdekeknek. A beérkező ajánlatok és Habony Árpád prognózisai. Ezeket kell együttesen vizsgálni, és ez alapján fog eldőlni Magyarország külpolitikája a következő hónapokban, években. Puzsér Róbert aláírásával csatlakozott a béruniós polgári kezdeményezéshez, amely 8 kelet-közép-európai ország összefogásával indult, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bérelvet érvényesítse. Azaz ugyanazért a munkáért ugyanannyi bért kapjanak az unió tagállamainak polgárai, akár nyugaton, keleten, északon vagy délen is élnek a nemzetközösségben.